Ha valaki elfordítja fülét a törvénynek hallásától, annak könyörgése is utálatos. Olvashatjuk példabeszédek könyve 28. fejezet 9. versében. És ebből a versből kitalálhatjuk, hogy ebben a hónapban az imáról, az imádkozásról szeretnék szólni, illetve olyan bibliai igéket kiválasztani, amelyek erről szólnak. Óriási terület ez, hiszen Isten nem csak hallhatjuk az igéje által, de meg is szólíthatjuk. De hogyan szólíthatjuk meg? és legfőképpen milyen állapotban szólíthatjuk meg. Ha mondjuk őre nem vagyunk kíváncsiak, és nem akarunk azzal foglalkozni, hogy ő mit mond, akkor nem furcsa ez a megszólítás, hogy mi megszólítgatjuk őt? Nem furcsa a kereszténységben levő sok-sok millió ember ima gyakorlata, hogy ki se nyitja a szentírást, de közben imádkozik Istenhez? Ez lehetséges, helyes, vagy egyáltalán elképzelhető, hogy ha két ember találkozik, csak az egyik beszél? Ugye a hétköznapi életben is vannak ilyen helyzetek, hogy valakivel találkozunk, és elkezd beszélni, és hát már fél órája csak ő beszél, mit érzünk ilyenkor? Ha Istenre nem vagyunk kíváncsiak, és nem akarjuk hallgatni az ő szavát, akkor lehetnek az imádságaink helyesek, jók, célra vezetőek? Aki elfordítja a fülét a törvénynek hallásától, aki nem kíváncsi Isten igazságaira, az ő törvényeire, a Biblia itt kimondja, hogy annak a könyörgése is utálatos. Tehát vannak utálatos imák. Gondoltuk volna, hogy ilyen ige is van a Bibliában? A Biblia igazságos könyv, a Biblia nem kedvez az önző ember elgondolásainak. És igen, a Bibliában van ilyen kijelentés, hogy vannak imák, amelyek utálatosak az Isten előtt. Hát csak nehogy milliók imádsága utálatos legyen. Itt jelzés a Szentírás, hogy lapozzuk fel Zakariás proféta könyvét, és ott azt olvassuk a hetedik fejezetben, amikor Zakariás elmondja a zsidó nép nevében, hogy a zsidó nép is imádkozott az Ószövetségben sokszor, de hát utálatos volt az imája. Miért is? És szólt az úr Zakariásnak mondván, olvasom a hetedik fejezet nyolcadik versétől, így szólt a seregeknek ura mondván, igaz ítélettel ítéljetek, és irgalmasságot és könyörületességet gyakoroljon, ki ki az ő fele barátjával. Özvegyet és árvát, jöveményt és szegényt meg ne sarcoljatok, és egymás ellen még szívetekbe se gondoljatok gonoszt. De nem akarták meghallani sőt válaikat vonogatták és bedugták fülüket, hogy ne halljanak. Szívüket is megkeményítették, hogy ne hallják a törvényt és az igéket, melyeket a seregeknek ura küldött az ő lelke által, az előbbi proféták által. És igen, felgerjedt a seregeknek ura, és lőn, hogy, mind, hogy amint én kiáltottam és nem hallották meg, úgy kiáltottak, de nem hallottam meg. Azt mondja a seregeknek az ura. Tehát elmondja itt Zakariás prófét, hogy a zsidó nép élettörténetében ez volt a gyászos, hogy Isten ö, kiváltságos népeként prófétákat küldött hozzájuk, nekik adta a saját ujjával kőbe metszett tíz parancsolatot, és ők nem hallgattak a szavára, de közben kiáltottak, hogy az Isten ezt adja nekik, azt adja nekik. Vajon a kereszténység történelmében nem ez valósult, meg sőt, mind a mai napig nem ezt látjuk? Hogy emberek imádkoznak, sokszor ima könyveket szereznek be, hogy gépjesen elmondják, mint valami keleti mantrázást az imáikat, de közben kisenyítják a Bibliát, és nem is kíváncsiak az úrra, hogy mit is mond, Hát aki elfordítja a fülét a törvénynek hallásától, a könyörgése is utálatos. Az imádság az nem monológ, ez nem monologizálása, az imádság dialóg. És először halljuk meg az Istent, és figyeljük meg, nem azt mondja, hogy, hogy fogadjuk el, vagy kövessük, csak egyáltalán halljuk meg. Mert aki elfordítja a fülét a törvénynek, az Isten beszédének a hallásától, annak a könyörgése is utálatos, hát Próbáljuk meghallgatni az Istent, vegyünk erőt magunkon, vegyük elő a Szentírást, és halljuk, hogy először ő mit mond, és figyeljük meg, hogy amiután meghallgatunk akár csak egy csöpnyi részt a Bibliából, már könnyebben megy az imádkozás, mert akkor van mibe belekapaszkodnunk, van mire hivatkozzunk, hogy Uram Istenem, hát hallgassál meg, te ezt mondod, erre én ezt felelem, ezt kérem, a te szabadba kapaszkodom, hogy te ezt ígéred, én ezt igényelem a magam számára is. Ne felejtsük el az igét, aki elfordítja fülét a törvénynek hallásától, annak imádsága is utálatos.